Szerzel. Ne ilyen nyárgeciket, bazd meg! Zóda! Miniszték, berakom, bazd meg! Tényleg, bazd meg, bazd meg! Jó? Ez az el technopunkok erődje. Az első ezek énzenepunk, a trió zenekar után. Azt mondják, azt olvastam pseudopunk vagy, vagy mi? Most pseudo? Mi az, hogy pseudo? A kurva anya az pseudo, bazd meg! Ez ezerszer nagyon vertek, annyi szögecs volt a fejemben már, mint amennyi a kezemben van, bazd meg. A pont halmaz állapotának, a párhuzamosságnak az osztódásáról mesélnek. Ahogy ez átmegy egy ilyen térgeometriai elem, és a pontból valaki áll, és azt akarja felhasogatni, de a másik tovább lép, és ez egy ilyen dimenzióváltás, ez érdekességet jelent. De a művészeket meg kéne becsülni jobban ebbe a talán, nem tudom miben, mert már széteső félbe van minden. De amikor átmegy egy ilyen színhalmaz állapota metszéssel, akkor az avantgárdot nem kéne a hangya szempontból elemezni sok tekintetben, meg főleg a színeknek sokkal depressziósabb értéke az, amikor világítanak, mert a fekete sokkal inkább arról beszél, hogy vidám az ember, de ez egy ilyen nemes hangvételű, szexuális töltető akármi, most szerelem az is fekete állandóan, de ez itt, most itt nem stílus kérdésekről van szó, hanem ezért. És például tehetnék be egy pirosabb fej, fekete fej, fehéret. De ez mi ez? Ez a maradék az egész ateliénak, ami megmarad, de hát az, hogy 3 forintért vagy 2 forintért eladják az embert itt-ott, de nem őt magát, hanem a dolgait, azért, hogy ki kéne fizetni azt a hazugságot, ami a kitalációban sokkal inkább működik, filozófiamentes, meg trend, meg divategységmentes övezetben, olyan szemállsz tekintetben, hogy a rock and roll sokkal tisztábban bontakozik ki, és engem nem érdekel kurvára, hogy milyen viselet lett a struktúrában, a magányosság, meg az a bajom, hogy sokkal többet érne az ember a halála előtt, meg a halála után, meg a halál közötti állapotban, amit minden nap nem lehet, nem kell megélni, de hát ettől vidám az ember, meg ettől lesz jó, mert a szenvedély attól sokkal finomítottabb érzés halmazta az, hogy többet érnek a képeim, mint amennyire várják tőle. Meg a sztárhelyzet, az nem sztárhelyzet, csak amikor beírják az embernek a nevét a kultikus könyvekbe, akkor ki kéne fizetni bizonyos dolgokat, és a munka az nem mindig a sajtgyárba kezdődik meg, amikor a rántott hús az ember csapkodják a vasrolókat, és akkor jól mutatkozik a órabér, de viszont látni az utcán nagyon sok olyan halmaz állapot, töredéket, amikor az embert elütik. Találkozások, de most mi a faszom, kinek volt a baja az, hogy ez egy szerencsétlen munkás, ha munkás tömegek kijutnak az utcára, és ott szabadon akarnak élni, miközben sehova nem tartoznak, de ettől nem szabad, de nyomorékká teszik őket, mert elütik. És most miért ütik el? Most mi? Egy lábbal több vagy kevesebb, ez kinek számít meg az emberi életek? Meg akkor miről lehetne beszélni, amikor fegyverkezésre kifizetnek bizonyos olyan politikát, ami hamis, és akkor 100 000 emberrel több van a temetőben, azt utólag nagy tételben gyászol mindenki, meg retrospektíven csináljuk a politikai bázis, meg amiről lehet beszélni, a médiát, meg ilyenfajta gödörrendszerbe lásni az egésznek a jó fizetettségét, és akkor itt ülök, mint egy árva, súcsú a saját bővészetemben, ami sokkal Miért feszesz ennyi feketét? Feketét? Azért, mert a fekete az befoglalja az egész formarendszert. De a fekete az egy csattanás igazából, de mindig a feketébe megyek, mert sötétbe festek. Ez nem a depresszió, csak én nem szeretem azt a fajta paranoia helyzetet, hogy értelmesen a dolog bezárja az ember a saját terét, és akkor azon belül applikálja a dolgait is. De ha magamnak megfelelek, akkor nem attól függően variálódik az én almasz, hogy
Fekete az kell. Az összefog. Biztonságot ad? Biztonságot. Igen. Olyan, mert rohadtul ment velem is az a helyzet. Az a szekér, hogy azért, na most nagy a pofám nekem is, de mitől lett volna nagy. De hát hogyan védjem meg, mikor én nem golyószorulóval vagyok, ezért harcos, mert én nem fogok fegyvert senkiért. Magamért meg kellene ezért harcolni néha, de hát a fekete az még mindig ad egy biztonságot, meg egy körbezártságot, amikor van egy ilyen statikája a dolognak.